És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész, hol áfonya, és az iskolába menvén a járda peremé, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Rátszámás választott épített öröksége a vasútállomás, ami sokáig nem volt méltó állapotban. 2013-ban aztán a Rátszámási Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a MÁV közösen felújította, és ennek a munkának köszönhetően idén az ország harmadik legszebb vasútállomásának választották. Mindez jól mutatja, hogy nem egy mindennapi állomásról van szó, és ehhez hozzájárul az is, hogy olyan különlegességeket tekinthetnek itt meg az érdeklődők, illetve az utazók, mint az a mögöttem látható 1916-ban készült vonatkerék, illetve a 70-es évekből származó étkezőkocsi, valamint a sok száz kilométert megtett, ide éppen Záhonyból érkező vízelmozdony. A Duna partján Dunaújvárostól alig 10 kilométerre elterülő Rátszalmás hosszú utat tett meg, míg elérte mai formáját. Régészeti leletek támasztják alá, hogy a terület már az őskorban is lakott volt. Első írásos emléke 1025-ből maradt fenn, amikor Szent István király adománylevelében Szigetfő néven említette a területet. A török kiűzése miatt folytatott háború, illetve az első és a második világháború is megtépázta a települést, mégis mindig visszatért az élet Rátszalmásra. A fejlődés pedig nem állt meg. Ma már nyugodt, csendes, mégis élettel teli kisvárosként nyújt otthont a lakosságnak amellett, hogy a történelem különböző korszakainak emlékét is őrzi. Férjem, ő Dunaújvárosból, én pedig Paksról származom, és egy jól élhető települést, kisebb méretű települést kerestünk, ahol élhetnénk, és ezt itt nagyon jól meg is találtuk. Csendes, ugyanakkor mégis tele van programokkal. Számunkra nagyon fontos volt a Dunapart, nagyon szeretjük a természetet. Nagyon sok civil munkát végzek itt, és nagyon szerettem azokat a rátszalmási embereket, akik részt vesznek a civil munkába. Aki eljön, megkapálja a virágos kertet, még a legnagyobb melegbe is. A környezeti feltételek, adottságok nyilván vonzóvá teszik a településünket a kisgyermekes családok részére. Mint kisgyermekes szülő elsősorban az intézményeket emelném ki. A rátszalmási óvoda és bölcsöde egyedülálló a környéken, mind felszereltségét tekintve, mind pedig a szakembergárda. Attól, hogy valaki kiköltözik Rátszalmásra, még nem lesz rátszalmási. Akkor lesz rátszalmási, ha már bekapcsolódik a közéletbe, a társadalmi munkába, ezekben a dolgokban. Meg ha megtanulja, hogy mi hol van Rátszalmáson. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész, hol áfonya, és az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én.